Közleményben magyarázza a miniszterelnök sajtófőnöke, hogy mire gondolt Orbán Viktor még 2008-ban, amikor élesen bírálta az oroszokkal megkötött energetikai szerződést. Havasi Bertalan szerint akkor az volt a baj, hogy a szocialisták megkerülték a parlamentet, most viszont a paksi szerződésnél szó sincs ilyenről. Az ellenzék szerint hamis a kormányzati érvelés, hogy nem mindent titkosítottak 30 évre. A paksi beruházásért felelős kormánybiztos ugyanis azt mondta, az alvállalkozók listáját minden bizonnyal nyilvánosságra hozzák majd. Valójában puccsot hajt végre a magyar alkotmányos rend, a magyar népképviselők és az egész magyar néppel szemben. Orbán Viktor 2008-ban még azért bírálta Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnököt, mert aláírta az oroszokkal a déli áramlatról szóló szerződést. Kifogásolta, hogy titkosították is az energetikai megállapodást. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország felemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Az Orbán kormánynak tegnap már nem volt baja azzal, hogy a paksi szerződést nem 10, hanem 30 évre titkosították. A miniszterelnök szóvivője ma meg is magyarázta, hogy mire gondolt Orbán Viktor 7 évvel ezelőtt. Havasi Bertalan azt mondta az állami hírügynökségnek, hogy 2008-ban a szocialista kormány a déli áramlat beruházásáról szóló szerződést nem vitte be az országgyűlésbe, a képviselők nem ismerhették meg, nem tárgyalhattak és nem dönthettek róla. Szerinte erről beszélt akkor a Fidesz elnöke. A fideszes Németh Szilárd szerint sincs semmi ellentmondás a mai és az akkori Orbán Viktor szavai között. Nem jön ez a kettő között ellentmondás. Nem. Tessék. Választási kérdéseket? Semmi ellentmondás nem jön ez a kettő között. Mi a különbség az akkori és a mostani? Mivel nem érzek ellenmondást, ezért nem látom a különbséget. A mostani titkosítás szerintem egy kis habverés, amit tetszenek csinálni. Ami Finnországban megismerhető, az itt is megismerhető lesz. A paksi beruházásért felelős kormánybiztos szerint is csak a nemzetbiztonságot veszélyeztető információk lettek titkosak. Az a kifejezett szándék, hogy például a finn gyakorlatot kövessük, és minden olyan adatot nyilvánosságra hozzunk, ami a többi nyugati országban, például Finnországban nyilvánosságra hozható. Tehát akkor, ha a finnek nyilvánosságra hozzák az alvállalkozókat és az ő szerződéseik főbb gazdasági számait, akkor ezeket majd mi is megtesszük? Minden bizonyal így lesz. Mese habbal, tehát ez a duma. Az LMP frakció vezetője szerint a kormányzati kommunikációban nem mondanak igazat, amikor azt állítják, hogy nem lesz minden titkos. Innentől kezdve valaki, akinek éppen hatalom van a kezében, ír egy perben egy levelet a bíróságnak, hogy ez nemzetbiztonsági érdekből nem ismerhető meg. A bíróságnak nem lesz mérlegelési jogköre, tehát nem a legtöbb adat nem ismerhető meg, hanem gyakorlatilag bármit el lehet titkolni. Az LMP szerint ők több pert is indítanak majd Paks miatt azért, hogy az ügy eljuthasson majd Strasbourgba is.